Fejfájás vagy ízületi fájdalom? Akkor elegendő a gyógyszerter. Tartós lázas állapot vagy bizonytalan mellkasi panasz esetén viszont a házi orvosi ügyelet a megfelelő irány. Országos betegtájékoztató kampányt indított a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyors és hatékony betegellátás érdekében. A Válasszon okosan elnevezésű kampány plakátjain és szórólapjain, rajzok és ábrák segítségével arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen panaszokkal hova fordulhat a lakosság. Orientálja a betegeket, hogy különböző sürgősségi ügyeleti kórképekkel hova jussanak el, hiszen elképzelhető, hogy a betegeknek nincsen elég ismerete, vagy a tüneteit nem tudja kellően jól megítélni, és már akár egy alacsonyabb ellátási szinten is megoldást találhatna a panaszaira. Gondolok itt arra, hogy egy egyszerű légúti panasszal lehet, hogy elég lenne bemenni a gyógyszertárba. A tájékoztató kampány azért is fontos, mert a sürgősségi osztályok betegforgalmának nagy része nem indokolt, olyan eseteket is el kell látniuk, amelyek nem odavalók. Ez pedig elveszi a figyelmet és a kapacitást a valóban rászorulóktól. Mondhatjuk, hogy tűzoltás, hiszen az akut és azonnali problémákra próbálunk valamilyen a saját eszközeinkkel megoldást találni, hiszen az igazi megoldás az az lenne, hogyha már az iskolában, az óvodában az egészséges életmódot, az egészségfejlesztést, az egészségtant be tudnánk emelni a tantervbe, és ezt oktatni tudnánk. A gyerekeink tisztában lennének a szerveikkel, tisztában lennének azzal, hogy egy egyszerű kórképre egy lázat hogy kell csillapítani, vagy különböző panaszaikkal hova tudnak fordulni, esetleg milyen öngyógyító technikáik lehetnek, egyáltalán egészségtudatosak lehessenek, tartsák meg magunkat az egészségben minél hosszabb ideig. Ez ott kezdődne az iskolában, meg az óvodában. De hát most ez egy másik történet. Itt most arról van szó, hogy egy felismert akut problémát, hogy az ügyeleteknek és a sürgősségi osztályoknak nagyon magas a látogatottsága, ezt valamilyen módon a betegek tájékoztatásával orvosolni tudjuk. A kampány tesztüzeme Nyíregyházán volt, most azonban országos méretűre bővült. A nagyobb méretű plakátokat rendelőkben, kórházakban rakják ki, a szórólapokhoz pedig a gyógyszertárakban lehet majd hozzájutni, illetve különböző kormányhivatalokba is szeretnék eljuttatni azokat. A tervek szerint a kampányt bővíteni is szeretnék egy weboldallal, ahol egy helyen gyűjtenék össze az ellátóhelyeket, és egy térképes kereső segítene a gyors megtalálásukban.